Hát sziasztok, én Shower Fighter vagyok, mármint hát ezt biztos tudjátok. Mindegy, ez Shower Fighter csatornája, és beszéljünk az Archerről. Miért csinálok ilyen fura kézmozdulatokat? Tehát, nem egy hét múlva, mindegy. Tehát mit tetszett egy emberek egy olyan sorozatban, amiben egy pszichopata, szexista barmarsz van, aki folyton viszkit vedel, és embereket öl. Hát nem tudom. Na de nézzük is, miben különbözik ez a többi sorozatnál. Én először, amikor megnéztem így az első két résznél, meg unalmas volt, aztán kezdtem megszeretni, mert ugye izgalmas volt. Ugye mai, hát nem mai, de az ilyen animációs sorozatoknál az a baj, hogy ugye alapvetően viccesnek kell lenni, különben egyre kevesebb nézőik lesz, mert akkor vagy felnőtt nézőik lesznek, vagy gyereknézőik. De hogyha vicces, akkor lehet mindkettő is, hát most ezt mindketten nézhetik, de alapjában véve a viccesség nem elég. Most olyan sok kreativitást nem akarnak kitalálni, hogy sokáig csinálhassák a sorozatot, de akkor egy idő után vagy undorító lesz, és olyan lesz, mint a Family Guy, meg a South Park, és ilyen undorító, és lehet, hogy vannak jó részek, de egy idő után szexista lesz, vagy olyan lesz, mint a Simpson család, és akkor egy idő után unalmas lesz. Nézzétek meg az új évadot, nagyon gagyi. Nem a legjobb. Tehát, jaj. Tehát kell valamilyen alaptörténet hozzá, ami magában izgalmas. Ugye az ilyen modern világban most pillanat izgalmas. League of Legends, szex, kommandó, államtitkok, robbantások, és maszturbáló állatok. Na most ebben a sorozatban majdnem, hát igazából minden megvan. Az állatokat nem szó szerint kell érteni. Mindjárt félőt. Ebben a sorozatban ezek közül minden megvan, tehát így követ egy ilyen vonalat, ami által így érdekes lesz. Ugye, amikor így nem kezdesz el a telefonoddal játszani, és csak így félfüllel nézed, ugye, tuti ismeritek ezt, nem? Nem? Hát, én sem. Ugye folyamatos akciójelentek, dráma, közben viccek, és hát egy mini, hát az első évadban nagyon sok, de egyébként egy kicsi szexizmus is. És azt teheti ezt a sorozatot még izgalmasabbá, hogy az egész egy ilyen álomvilágban, nem teljesen, de így képletesen értve, egy álomvilágban van. Hát nem is egy álom, hanem egy ilyen fantasztikus, egy ilyen kitalált. Mert hát, ez mi volt? Mert hát van KGB, régi autók, régi tévé, de viszont ilyen modern pisztolyok, meg 2000-es évekbeli filmeket mondanak, újabb filmeket mondanak, tehát, kopis, tehát egy kicsit ilyen modern, modernizált, de közben régi. De szerintem ettől jó, mert a régi dolgokból kivették azt, ami régen jó volt, és hozzáadták az új modern dolgokat, ami most jó. És ezért csináltak egy ilyen halmazot a két időből, amitől király. Tudjátok, hogy régen bárki kimentett az utcára, nem volt ilyen rablás, meg ilyenek, meg így féltettek, és igazából az utcán így bárhova sétáltam, nem volt minden drága. Kézmozdulatok komolyan. De viszont nem volt ilyen mikrohullámosütő, tévé, meg ilyenek. Szóval ezt azért így meghagyták, meg a fegyvereknél egy ilyen újat. És igazából ez jelent számomra egy ilyen igazi fantáziát ennél a sorozatnál. Jó, persze nincs sok része, 6 évadon van, és mindedik évadban 13 rész, kivétel az elsőben, mert abban 10. Számoljatok csak, hogy az mennyi. Igen, szerintem is 32. Tehát, igen. Ez egy jó sorozat. Na hát nézzük is a szereplőket. Ha, ott van a kedvencem, Archer. Mindig lazon, mindig király poénokat nyom. Folyton vedelmit az állat. Közben nagyon laza. Akkor ugye nagy nőcsábász, közben nagyon laza. Kb. Ja, nézzétek, az így ártam anyátokat olyan, mint egy Barney Stinson. Csak lazább.
Sokkal lazább, és nem ilyen fangos, felvágos gyerekes, hanem ilyen menő. És mindig jó probléma, poénokat mond. Lana! 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 Veszélyzóna. Nézzük Archer anyját. Miss Archer. Miss Archer, vagyis Meroli Archer. Tehát Meroli Archer az egy ilyen, hát egy hímkurva, nem, hanem nőstény. Tehát ő ilyen, hát eléggé szexfüggő egyébként, 18-os korig. Szóval eléggé szexfüggő, és hát igazából ilyen nem törődöm meg, meg ilyen kis kalbzsi, meg nem jut eszembe az a szó. Mufurt. Nem tudom, szóval ilyen pénzies nagyon. És igazából ő is nagyon szereti az alkoholt. És nagymama akar lenni, de közben mégsem, meg bántja, nem foglalkozott eleget a fiával, meg ilyen elkezdik ki, meglátszik a fián is. És igazából nem egy ilyen mintanya, de próbál az lenni titokban, de amúgy meg nem. És mindenkivel ordibál, nagyon. Hát nem nagyon lehet jellemezni ezt a karaktert. Na és a másik kedvencem! Lana! Veszélyzóna. Ezt majd megértitek egyszer. Tehát Lana. Na, Lana az Archernek a volt csaja, de még igazából mindig szeretik egymást, csak nem mondják el egymásnak. És közben volt másik csajuk is, és 16 fülhallgató van ebben a lakásban. És mindig sorozatlövő van nála, amiket itt hord. Itt. Szóval a mellei, és itt a pisztolyok. Nagyon konkrét. Tehát ő Lana, és Lana szívve gyűlöli Archer, de ezt nézzétek a sorozatot elégtén rájöttök. Lana szívve gyűlöli Archer, mivel megcsalt őt, és van egy új barátja, Cyril, aki ugyanúgy, spoiler veszély, meg fogja csalni. Erre inni kell. Nos, ezek voltak a főszereplők. Ott van a Cyril, aki egy barom, egy nyomorék. Ott van Craig professzor, aki ilyen nácista, Hitler elemekkel, és egy tudós, és nagyon vicces. Van benne egy dagad gyerek, aki folyton ilyen számítástechnikai cuccokat babrál. Van benne a Brad, akit mindig szétlőnek, és igazából ilyen vérben fekszik, és akkor Brad, vedd már fel a telefon! A terroristák azok. Ott van Cheryl, vagy Carol, mindig másokra vele. Aki egy ilyen baromarc, mindig úgy szexel, meg akarja folytani magát, mert hogy folytják meg, de kurva gazdag, ez később kiderül. Ott van Pen, dagad, birkózó, illegális, ott van Ray, aki ilyen meleg, és igazából többen nincsenek is olyan sokan. Na hát ez egy nagyon izgalmas sorozat. Biorobotokkal, űr, micsodákkal, van benne minden. Tehát nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg. Engem nagyon megkötött ez a sorozat. Szerintem tökéletesen van megcsinálva. Ha első ránk tetszik, ne adjátok fel. Majd beleszerettek, én is így voltam. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Egyébként lesznek még lolos videóim. És hát amit még akartok, igazából bármilyen videó is lehet. Most egyébként 10 napig nem lesz, de később igen, lesz ilyen GoPro-s videók is. Na, azok ilyen később, augusztusban. Azért megiszom a videó végére. Tehát, köszönöm, hogy megnéztétek, még jobban megköszönöm, ha lájkolnátok, és iratkozzatok fel, ha akartok még ilyen videót, vagy lolos videót nézni, vagy bármilyen videót, amit kedvetek van. Goodbye! Lana!
Felvett egy csatornája. Fú, ez mondott kicsit kopis volt, ezt nem így akartam. Van benne egy dohogy gyerek, aki folyton ilyen számítástechnikai cuccokat babrál. Miért nézek folyton ki az ablakon?